Nem számolja Mogyorós József gyűjtő, szervező, így csak latolgatja, vajon a 8. vagy a 9. alkalom, amikor a szoboszlói géptár csatlakozik az országosan meghirdetett múzeumok éjszakájához. A veterán műszaki, közlekedési, mezőgazdasági gépek eszközök irány gyermekkora óta megszállottan rajong az elképesztő mennyiségű és különleges kollekciót összegyűjtő házigazda. Szenvedélyével társul kitűnő szervezőkészsége és nemes egyszerűsége, kedvessége. Több éves hagyomány, így a múzeumok éjszakája napjának most is mintegy nyitánya volt június 24-én a veterán traktorok felvonulása. Nagy az izgalom a géptár területén és az utcán is. El sem férnének benne a gyülekezők. A hangulat technokarneváli jelleget ölt. Felsorakoznak a picúr és a nagyon nagy régi traktorféleségek. Többekhez pótkocsit kapcsoltak, melyeken művészeti csoportok, másokon családtagok, ismerősök készültek a hagyományos traktoros felvonulásra. Van ilyen réteg, aki ezeket gyűjti, építi, szépíti őket, és tehát valahol tudják megmutatni a városba, és az a múzeumok éjszakája előtt való est, ez erről szól, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét a múzeumok éjszakájára. Egy mozgó történelmi tárlatot képeznek ezáltal, hiszen bemutatják, hogy a 20-as, 30-as vagy akár az 50-es években hol tartott a műszaki fejlődés. Ehhez társul a résztvevők öröme és jókedve. Messzebbről is szívesen érkeztek a meghívásra. 14-ka, ilyen kisebb kertekben ezzel szoktak munkálkodni, szántani, meg ebben csinálják a kis kerteket, mert könnyen megfordul. Zárt kertben ott termelnek mindenféle terményeket, és akkor a nagy traktorok oda nem férnek be. És azért van ő. Én Kunszer Miklósról vagyok, a múzeum a barátom múzeuma, és akkor így mondta, hogy akkor meghívott bennünket, hogy egy kis felvonulásra ide-oda. Bírja végig ebben a hőségben az utat, ez a traktor? Bírja, igen, bírja. Idáig is bírta, már jó pár éves, de még mindig bírja, igen. Óriási a kontraszt az évtizedek alatt erősen megkopott küllemű és a gyönyörűen helyreállított mezőgazdasági erőgépek között. Az egykor jó szolgálatot tett traktorok szerelmese az egyik hajdúszoboszlói gazdálkodó. 8-al jöttünk, már egyik sem dolgozik, csak hobbi jellegű. Én mezőgazdasági iskolába jártam, és ezekkel tanultam meg traktorozni, vezetni, és most, hogy megöregedtem, már van rá időm, hogy megint kapcsolatba kerüljek velük, de már nem munka kapcsolatba, csak szeretjük egymást. Meg a kedves, legkedvesebb? Hát ilyenkor lehetne mondani, hogy mindaz, de ez a legkedvesebb, mert ez volt a legelső. De többi is az végül is. A kedvenc kék traktor 25 lóerős, csehszlovák és 1954-ben gyártották. A felvonuláson 7 társával együtt megmutatja magát, és azt is, hogy mire képes. Csak ezután van nekem egy ilyen szekérből átalakított személyszállító jármű, a többi az Mogyorós Józsié, az még bent van az udvaron. Családtagok, ismerősök, unokák ültek fel a 4-5 traktorhoz kapcsolt szállító alkalmatosságokra. Konvojban utaztak az Ambrózia Hastánc csoport tagjai Sósné Rozikával. Egy másik vontatványon pedig a Hegedűs Elek által vezetett Gázlán Country Tánc Együttes Vidám csoportja utazott. Az engedélyezett útvonalon saját tempójukban járták be a várost, a felvonulás büszke sofőrjei és lelkes résztvevői. 25-30-an voltunk traktorokkal, meg hát én készítettem olyan utánfutókat, amire 15-20-an föl tudtak ülni kényelmesen, biztonságosan. Én úgy éreztem, hogy teljesen jól érezték az emberek magukat föntülve az utánfutókon, énekeltek, meg a föllépők is, a countrysok, a hastáncos lányok is úgy közben táncoltak, megmutatták a városnak, hogy így is lehet. Teltház volt a géptárban másnap is, a múzeumok éjszakáján. A szórakoztató programok a különleges környezet egyedi hangulatot teremtett. Nem könnyen tágítanak a látogatók,
Noha olyanokkal is találkoztunk, akik a múzeum szervezését és ezt a programot sem hagyták ki. Ezeket csupán teljesen magán emberként szervezem, ami arról szól, hogy én örülök annak, hogy az emberek jól érzik magukat, meg egy kis mosoly csaluk az arcukra. Mert ugyanez, hogy autóval végigmegyek az utcán egy 20-as években gyártottal, hogy örülnek, mosolyognak az emberek. És erről szól az életem.